Itt vagyunk a MAMU galériában. Egy sorozat egyik része ez a kiállítás, Képmás, Another Image, ami tulajdonképpen az egyetemistákat és a MAMU kurátorait mutatják be. A Metropolitan Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem is a MAMU kiállításán az interaktív grafikusok, tervező grafikusok állítanak ki. Vannak frissen diplomázottak és másodéves hallgatók is. Ugye itt az interaktív művek, az innovatív tervezés, az alkalmazott területek, amik a tanulmányaikat képezik. Most egy szabadabb kiállítás, egy underground, ugye egy föld alatt vagyunk a MAMU galériában. Tulajdonképpen a hallgatóknak a kísérleti, reflexiói és egyéb könnyed munkái láthatóak. Nagy részben monitorokon láthatjuk a műveket, animációk, demo. Palotai Dóri munkáját láthatjuk. Itt az online szexuális zaklatás az abúzusoknak a témáját veti fel, és itt kint lehet látni egy pár matricát is. Tehát maga az innovatív alkalmazások és az interaktivitás lehet ugye unplugged, manuális akciójellegű is. Én azt kérdezem tőled, hogy itt az egyetemen te hányadéves vagy, végeztél, vagy még van időd? Még van egy évem, harmadéves vagyok még. Nagyon fontos számomra, hogy hát itt az internetes zaklatással foglalkozol, hogy te úgy véled, hogy a világ ennyire elfajult most? Igazából a munkámat egy cseh dokumentumfilm inspirálta, ez a Csapda a neten. Ez pár éve került ki, és nagyon, hogy mondjam, húsba vágó dolgokat történnek ott és mondanak. És igazából ennek hatására gondoltam azt, hogy erről szót kell ejteni, mert egyre digitalizálódó világ felé tartunk, és ugye ezt nem tudjuk megkerülni, és hogy vannak olyan emberek, akik félnek erről beszélni, és erre akartam reflektálni, és próbáltam belegondolni az áldozatoknak, hogy mit érezhetnek, milyen hangulatuk lehet attól, hogy nap mint nap magukba tartanak dolgokat. És ezt szerettem volna a lenyomatokon megjeleníteni, semmiképp sem illusztrációt szerettem volna, mert az úgy gondolom, hogy eltorzította volna a valóságot, így viszont nem egy brutális képet kapnak, de egy őszintébb képet szerintem. Itt kétféle megfogalmazást látok, egyszer látok egy grafikait, és látok egy kvázi animációs grafikát, hogy miért gondoltad, hogy ezt kétféle módon is meg kell jeleníteni? Ennek van egyébként, úgy indult, hogy ez egy egyetemi projekt volt, és ennek volt egy digitális része is, egy kis kiadványjal, amin volt egy QR kód, és az volt a, úgymond az applikáció, ahova fel lehetett menni, és hogyha neked segítségre volt szükséged, akkor ott olyan szervezeteket találtál meg, ahol tudsz segítséget kérni. Tehát ez volt a lényege, az, hogy tudjon tájékozódni az illető, hogy hova tud fordulni ilyen esetben. Viszont itt nem tudtam ezeket elhozni, és ezek a lenyomatok, amiket szerettem volna bemutatni mindenképpen, ezek 70x100-as nagy kartonra vannak rányomva, rá úgymond ez egy lenyomat. Ezt szerettem volna mindenképpen behozni, viszont a hely nedvessége ezt nem tette lehetővé, ezért csináltam belőle egy ilyen animációt, egy kis videót. Tovább lépve, experimentális zenei monogramokat lehet ezen a monitoron látni. Név szerint Mészáros Marcell, Falcsik Enikő, Sirokai Mirna és Horváth Zsuzsi munkája látható. Itt ugye a 3D tervezés saját monogramokat, mint egy experimentális skotta megzenésítették, és ebben az animációs 3D-s munkákban lehet itt ezt tapasztalni.
Lagzi Kata valóban egy interaktív munkája, ahol a közönség egyszerűen csak szavaz kis stickekkel. Itt az egyetemen végeztél, vagy még fogsz, és hányad éves vagy? Igen, most végeztem harmadévesként a tervezőgrafikán, én csomagolás tervezés specializációra jártam, viszont most már a mester diploma a cél, ami még 2 év. Nagyon érdekel, hogy elégedett vagy az életeddel? Igen, majd szeretnék is feltenni én is egy kis ragacsot. Valamelyik irányban még egy kicsit gondolkoznom kell nekem is rajta, ugyanis a projektem egyik célja, hogy az emberek megálljanak, és egy perc alatt átgondolják tényleg ezt a kérdést, mert persze rá lehet vágni, hogy igen, persze elégedett vagyok, vagy azt is, hogy jaj, dehogy vagyok elégedett. De hogyha egy picit átgondoljuk, hogy miért is lehetünk hálásak az életben, vagy mi az, amin változtatni szeretnénk még, vagy tudunk is változtatni, akkor lehet, hogy pont másik színt fogunk választani. Én szerintem a narancssárgát választhatom most. Akkor ezek szerint igen. Igen. Szuper. Polena Réka videó műve, stop motion növény növelését ábrázolja, az idő múlását és tulajdonképpen a létezés fogalmát járja körbe. Nekem az a kérdésem, hogy akkor te most az egyetemen hányadikos vagy? Én harmadéves végzős hallgató vagyok a Metropolitan Egyetemen. És egy gyönyörű film készült itt, hát ha jól sejtem, ez animáció, ugye? Hogy ez igen, mit látunk? Ez egy frame by frame animáció a mindenségről és ennek a körforgásáról. Igen, és az animációt önmagától, ezt honnan gondoltad, hogy neked ezen a szakon vagy, vagy most ez lett a kifejezési pillanat? Én az interaktív grafikai tervezés specializáción tanultam, és ezt az ott megszerzett tudásomat szerettem volna prezentálni lényegében. Szuper, de én azt látom, hogy ez nem csak animáció, hanem itt látok kezeket, szóval ez egy ilyen vegyes... Igen, a másik művem pedig egy videomontázs, amelyben az időről szól, az emberek időérzékeléséről és ennek a zavaráról, hogy néhány esetekben. És ezt a zavart is ábrázoltam a munkámban. Nagyon szuper, és a kérdésem, hogy a növények és az ember az hogy tud összekapcsolódni? Persze élőlények, ezt értem, de magában a koncepciódban hogy fértek egymás mellett? Én mindenképp az időt és a növekedést szerettem volna összekapcsolni, és ez ennek a legközelebbi ilyen analógiája vagy metaforája az emberrel az a növény, és ezt úgy gondoltam, hogy jó összekapcsolni és érthető. Igen, én nekem viszont egy picit furcsa, hogy ha már ember meg növény, akkor miért fekete-fehér? Mivel az idő és az elmúlás is benne van ezáltal, és az elmúlás által ezt sokan eléggé rosszul veszik, vagy rosszul kezelik, és viszont az átalakulás is egy ilyen szomorú, de gyümölcsöző folyamat, és ezért gondoltam, hogy a növényeket használom ehhez, a gyümölcsfa virágait ábrázolom. Igen, de végeredményben mi ezt ilyen sötéten látjuk mondjuk az elmúlást, hogy feketében látjuk. Önmagától az egész életünk ez egy baromi jó történet, az élet maga. Az, hogy lesz egy vége, ez így is úgy is tudható, mert aki egyszer megszületik, az elmúlik. De ezt nem lehet szépen? Miért kell ezt ennek fekete-fehérnek lennie? Vagy sötétnek? Szerintem, ahogy az idő is
sokak számára lineáris, azért ennek a legközelebbi megfelelője a fekete-fehér és szürke árnyalatos monokróm ábrázolás, és ezt úgy gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb ezzel ábrázolni, hogy itt szimbólumokról van szó, nem pedig konkrét dolgokról. Egy kis részkarca, tehát ugye nem csak az interaktív és digitális felületek, hanem a klasszikus grafikai technikákat is tanulmányozzák a hallgatók, sőt, készítenek is munkákat. Itt éppen Cserba Gergőnek a műve, ez egy a fake news, ugye, tehát itt a fake news tulajdonképpen az álhírek terjedése és a közvetlen reflektáció a mai világra, ezek az alkotások alkalmazott területei mennek ezen a monitoron. Gergő, ugye itt a kriptovaluta és az NFT káros hatásait mutatja be ezen a művel. Magyarra lefordítva, egy ki nem cserélhető bizonylatot vagy tokent jelent. A ki nem cserélhető kifejezést legegyszerűbben egy póló és a Mona Lisa összehasonlításával tudjuk értelmezni. Egy H&M-es fehér póló megvásárolható szinte végtelen mennyiségben, birtokolható több ember által egyszerre, és nincs köztük különbség. A Mona Lisa-ból csak az az egy van, amit Da Vinci festett, akárhányszor is csinálnak belőle másolatot, így non-fungible, azaz ki nem cserélhető. A token pedig egy bizonylat, ami egyfajta igazolásként szolgál, hogy te birtoklod azt az adott NFT-t. Ne fuck off. Majd továbbá Hámosi Csilla egy Instagram reflexiót a háborúval kapcsolatosan. Tulajdonképpen a hackert, a valóság hackert oldalait is épp úgy tervezőgrafikában egy alkalmazott területként alkalmazhatják és megvalósíthatják manapság. Szabó Regina, egy új világ, tulajdonképpen Marsra költözés kérdését, egy új lakóterület
felvetését egy hackelt online felületen prezentálja. Borbás Bea a hús és a növény kontrasztjában teszi meg ezt a váltást. Az életmód, a fogyasztás, az élelmiszereknek a újrahasznosítása, csomagolása, ezt a területet mutatja be egy alkalmazásban. Gáspár Zsófi, Szafi, az ARG, az alternatív valóságok síkját próbálja a realitás és a mai fiatalok körében elterjedt valóság területein bemutatni, viszont láthatunk tőle egy klasszikus kréta rajzot is. Horváth Mirna munkája is ezen szerepel még, ahol a daily mood, a napi érzékenység a színekkel egy kifejező interaktív public art mű. Valamint Vatta Vanessa munkája, amely itt, mint modellezett tárgyakként is szerepel. Ugye ő a mindenség elméletével foglalkozik, a fekete és a fehér lyukak kérdésével, és erre készült egy applikáció. Te itt most az egyetemen hányad éves vagy, vagy már végeztél? Már a második évemet végeztem, majd most kezdem a diploma évemet egyébként, levelezős munkarendben, és ezeket a tárgyakat csináltam úrai feladatra, ahol az eco economy volt a téma, tehát magát a gazdasági döntéseket és ezeket kellett átformálni úgy, hogy nekem hogyan jönne le például a klímaválság és hasonlók. Én pedig az űrutazást választottam, és magát az űrfejlesztést. Pontosabban azt a felfedezést, hogy lett egy fehér lyuk, és eddig erről nem tudtunk, és erre csináltam ezt a két tárgyat, ami egymásból jön ki, és a gravitációs hullámokat mutatná be. Engem viszont nagyon érdekel, mert én itt egy óvatlan pillanatban megtudtam, hogy ez egy különleges fekete anyag. Igen, ez egy különleges fekete anyag, tehát ez a Black 3.0, vagy 0.3. ez az egyetlen szintetikus fekete festék, ami nem van a black, és a legfeketébb fekete elvileg. Más technológiával készül, mint a Vanta Black, ezért lehet műalkotásokon is használni, egyébként nem lehetne ugye a Vanta Black-et, mert le lett védetve. És amikor a koncepciót kitaláltad, hogy mit hozzál, akkor miért pont ez a nagyon furcsa, nagyon érdekes, nagyon távol áll én szerintem a hétköznapi embertől, hogy te nagyon szeretsz gondolkozni ezeken a dolgokon? Igen. Én szeretem a fizikát, szeretem a kvantumfizikát is alapvetően, és a tudományokat, magát meg a űrkutatást, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen racionális megoldás lesz későbbiekben a klímaváltozásra, mert már a Földet elég kimerítettük, és az a probléma, hogy eszmei szinten nem áll annyira az emberiség, hogy abba hagyja a további kizsákmányolását a Földnek. Szóval én ezt látom reális célnak, de ez az én véleményem.
az egyetemen most hányad éves vagy? Én most jelenleg most diplomáztam le, és ugye harmadéves vagyok, úgyhogy most végeztem a Metropolitan Egyetemen, és most diplomáztam le. Szuper, és amit idehoztál most erre a kiállításra, ez egy ilyen jó kis gyűjtő csoportos kiállítás, hogy rengetegen vagytok 24-en, hogy a te munkád az körülbelül hogy néz ki, hogy mit kell tudnunk róla? Hát legfőképpen azt kell tudni, hogy ez egy koncepció alapokon nyugszó munka, amelyet az IKEA-nak készítettem el, amely három alkalmazás most össze, és ebből a három alkalmazásból lett egy végül, amely az IKEA-nak a vásárlás előtti, illetve a vásárlás utáni élmény alapokon nyugszó pluszokat ad a leendő vásárlónak. Engem nagyon érdekel, hogy milyen technika, amivel dolgoztál, hogy ez videó, animáció, vagy hogy kell ezt elképzelnem? Az egész alap az egy olyan programon készült el, amelyekben alkalmazás fejlesztő program, és abban készült az egész applikáció, és a hozzátartozó elemeket pedig egy külön 3D-s vizuális programban készítettem el, ahol ezt a térbeli hatást, illetve ezeket az animációkat készítettem el. Szuper, és én azt kérdezem, ez nekem baromira foglalkoztat, hogy miért adja a fejét egy képzőművész arra, gyanítom, hogy jól rajzolsz, nagyon jó forma, térérzéked, meg mit tudom én, hogy fogja magát, és én számomra mondjuk a legnehezebb megoldást találtad a magával a számítógéppel, hogy miért döntöttél úgy, hogy ezt akarod csinálni? Hát őszintén mindig is nagyon vonzott az a virtuális világ és az afele történő művészeti indítatások, és hát legfőképpen szerintem manapság már a mai világban sokkal könnyebb egy kicsit önkifejezőbbnek lenni a virtualitás által, illetve a digitális világban, és ezért is választottam ezt a koncepciót, és efele vittem az egész munkámnak a világát, úgymond. Tovább lépve a másik monitorhoz, itt inkább az alkalmazott területek, ugye itt egy applikáció látható éppen a monitoron, Puskás Enikőnek. Ez a pandémiára reflektáló tervezetek, ahol tulajdonképpen a művészeti kiállítások virtuális megjelenése az AR kiterjesztésben láthatóak ezek az applikációk. Valamint Oroslán Vivien könyve, amely így digitálisan kerül bemutatásra, Pandora címmel. Ő a mai világnak a kiszolgáltatottságait, tehát a városi élet fondorlatait próbálja egy humorosabb könyvben bemutatni. Foszforeszkáló oldalak vannak, ahol a sértések, a szavak virtuális úgy jelennek meg, hogy tulajdonképpen a láthatatlan szövegek segítségével, az UV-fénnyel.
A kérdésem nagyon komoly, hogy te most hányad éves voltál? Most voltam végzős, ez volt a diplomám. Nagyon jó, és miért ezt a fajta videografikával vagy animációval gondoltad, hogy te azt ki tudod fejezni, amit gondolsz? Leginkább most azért, mivel ez egy könyv, amit készítettem, foszforeszkálós illusztrációkkal, amit ilyen helyzetben nem tudtam elhozni személyesen és bemutatni. Ezért készítettem egy videót arról, hogy hogy is működik ez a grafikai része az egésznek. Tehát sötétben, hogy jelenik meg az illusztráció az oldalakon. Szuper, és engem nagyon érdekel az, hogy milyen koncepció mentén találtad ki ezt. A koncepcióm az lenne, hogy én Felvidékről származom, és az ottani hozzáállást próbáltam megjeleníteni a nők felé, mivel egy kicsikét visszamaradottabb, mint Budapesten. Egyébként ez egy világon belüli probléma, és sok helyen mindenféle más úton terjedt el, úgyhogy igen, otthon itt világítottam meg, és a foszforeszkálós illusztrációkkal jeleztem azokat a sértéseket, amiket a nőknek mondanak otthon, saját tapasztalatok alapján. Természetesen egy gyönyörű fiatal lány vagy, hogy téged ennyire foglalkoztat az, hogy ilyen problémák vannak most a világban? Nagyon-nagyon-nagyon fontos számomra, mert ebben nőttem én is fel, és nagyon sokan ebben nőttek fel. Hát igen, de te úgy érzed, hogy a világ arra halad, hogy vagy mint nőiességet bántanak, vagy mint embert bántanak, vagy hogy látod te ezt a dolgot? Inkább jogilag nagyon sok mindenre ugyanannyi jogom van, mint bárkinek, viszont társadalmilag már annyira nem. Sok mindenben egy nő el van ítélve, amiben egy férfi például nincs. Aha, és erre szeretted volna fölhívni a figyelmet, hogy azért ezt egy picit komolyabban kell vennünk? Egy nagyon picikét, egy pár mondattal tudnád ecsetelni azt, hogy ennek van kiútja? Lehet ezt megoldást találni erre? Szerintem csak sok generációval később, hogyha úgy tanítjuk a gyerekeinket, ahogy szükséges, és nem csak az szerint, hogy mi a nőies és mi a férfias, hogy mi a nő dolga és mi a férfi dolga, hogyha ezt valamilyen szinten elengedjük, tudunk haladni előre. Hát ez nagyon fantasztikus, én remélem, hogy egy mellérendelt viszony lesz ezen túl, ugye? Igen. Valamint Klaben Lili plakátjai szerepelnek még ezen a monitoron. És tovább haladva, Locsmándi Mátyás játékterve látható, annak a prezentációja, amelyben egy aszték teremtés történetet írt át egy videójátékra. Nagyon fontos számomra, hogy te hányadéves vagy, vagy már végeztél? Én tulajdonképpen Kakukk Tojás vagyok, én már végeztem, 19-es a diploma, amit kiállítottam. Csak jött a lehetőség, hogy én is kiállítsak, és gondoltam, utolsó utáni pillanatban én is beugrom a csapatok közé. Szuper, engem baromira foglalkoztat, hogy ugyan fiatal ember vagy, de azért már egy picivel idősebb annál, hogy mondjuk játékokat készítsél, bár ez egy nagyon jó... Szerintem nem, játékészítő bárki lehet, és nincs korosztály meghatározva, és az a helyzet, hogy az aranykorszak az 50-es, és a 40-es korszak, mert ők ugye alapvetően dolgoztak is a pixeles világba, én pedig csak visszatekintettem a pixeles világra, amiben készült a munkám is. Igen, ez a Super Mario-val, ugye valami ilyesmi volt annó a 80-as években, ha jól emlékszem. Egy kicsikét haj az erre, de miért pont dél-amerikai figurát választottál? Alapvetően egy dél-amerikai mitológiai történetet választottam, a teremtés történetet. Maga a figura nyilván a teremtés történetből következik, egy isten figura, aki leszáll az alvilágba, hogy a következő teremtést létrehozza. Ott összegyűjti a csontokat, és abból alakítja az új emberiséget meg. És nyilván természetesen vannak akadályozó tényezők és kihívások az alvilágban. Ez nagyon érdekes számomra, hogy az életet meseként lehet megélni, vagy fogjuk magunkat és éljük, és egyszer csak jön egy ilyen mesevilág, ami egy persze nagyon színes gondolatokat hozhat magával, mert
mert a gyerekeknek minél többet mesélnek, annál nagyobb lesz a belső színük, a belső gondolatviláguk, hogy neked is ez körülbelül így működik? Alapvetően nekem az alapdiplomám egy mesekönyv volt, egy mitológiákat feldolgozó mesekönyv, és úgy gondoltam, hogy mesterre valami interaktívabbat szeretnék létrehozni, így jött a digitális játékötlet, ami ugyanúgy neveli és oktatja a gyerekeket, csak sokkal szélesebb látónézetet ad neki, tehát sokkal szélesebb látókört. Mert ugye egy könyvben illusztrációk vannak és szövegek, itt viszont szöveggel is találkozik, zenével is, vizuális látványokkal, mozgáskultúrával, színekkel, ez egy sokkal könnyebb és egyszerűbb tanítási módszer. Szóval ez amúgy cél is volt, hogy egy kicsit a dél-amerikai kultúrát megtanítsam a gyerekeknek, illetve a felhasználó, a játékosoknak, nem feltétlenül a gyerekeknek. Igen, és akkor ezek szerint ez egy ilyen kortalan történet? Hát az összes teremtés történet talán kortalan, nem? Igen, de maga a játékra gondoltam most ebbe a pillanatban, hogy ez most ebbe a pillanatban egy animáció, vagy valóban egy játék? Alapvetően elkészült egy demo hozzá, amit programozók segítségével készítettem el, illetve van a játékhoz zene is, amiben egy zenész ismerősöm segített. Úgyhogy az alapjai léteznek már, folytatása viszont jelenleg még nincs, miután elkezdtem dolgozni, és megszakadt az idő arra, hogy ezzel foglalkozzak.